ezek a rakéták, ezeknek a jellemzője, hogy van egy vezető pálcájuk, ezt a vezető pálcát ezt bele kell tenni ebbe a csűrbe, vagy egy pezsgős üvegbe, és itt ezt a pirosat le kell venni az aljáról, itt van a gyújtózsinór, azt meg kell gyújtani, és ezek kirepülnek, fölrepülnek az égre, és ott bontanak egy nagyot. A kisebb 1-es és 2-es kategóriába tartozó pirotechnikai eszközöket egész évben lehet vásárolni és magánterületen felhasználni. Az ezekkel foglalkozó üzletek azonban ilyenkor szilveszter előtt bonyolítják éves forgalmuk 75-80%-át. Az emberek egyre jobban ismerik és keresik ezeket a termékeket. A választék bőséges, az árak 200 forinttól 45 000 forintig változnak. Az egészen kicsi játékos termékektől a nagyon komoly összefűzött tűzijáték telepekig sokféle terméket lehet vásárolni. A legnépszerűbbek egyébként a tűzijátékok, ezek egy gyújtásra több lövést adnak ki, és egy komplex látványt nyújtanak a felhasználó számára, de nagyon sokan kedvelik a egyedi termékeket, mint például rakétákat, vagy egyéb egyedi termékeket, amikkel el tudnak kicsit szórakozni, játszani. Az egyes pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 14. életévüket betöltött személyek, míg a 2-es osztályba tartozó termékeket a 16. életévüket betöltött személyek egész évben megvásárolhatják és használhatják, felnőtt jelenlétében. A 3. osztályba tartozó tűzijátékok igazi szilveszteri termékek, akár 100 000 forintra is rúghat egy komolyabb telep. Ilyeneket csak nagykorúak vehetnek, és csak december 28-a és 31-e között engedéllyel rendelkező árusítóhelyről. Egerben két ilyen ideiglenes üzlet működik. A rendőrség felhívja a figyelmet, csak engedéllyel rendelkező üzletből vásároljunk a saját biztonságunk érdekében. Mindenféleképpen a használati útmutatóban foglaltakat maradéktalanul be kellene tartani, akkor nagyon kevés a balesetnek a bekövetkezési esélye, illetve valóban a 3-as pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket nagykorú személyek megvásárolhatják december 28-ától 31-ig, és az év utolsó napján 18 órától január 1-én 6 óráig felhasználhatják ezeket, illetve a fel nem használt vagy hibás termékeket pedig január 5-ig vissza kell vinniük oda, ahol megvásárolták. Közterületen csak 31-én este 6 órától lehet durrogtatni, elsője reggel 6 óráig, legyen szó bármilyen osztályba sorolt pirotechnikai termékről. Fontos, hogy a petárda továbbra is tiltott, aki ilyet használ vagy csak birtokol szabálysértési eljárásra, és akár 150 000 forintos bírságra számíthat.